Milyen rangja van ezt a más seregében? Ez kapitányi rangba, és nagy tisztességgel viselem ezt a rangot. Kurz Dániel, az én művész nevem, Bíró Dániel vagyok. Szívesen vállalta ezt a szerepet? Felesültem a zászlóra, Tarpaf templom előtti főtéren. Ezt a Tamás megeskedett minket a Rákóczi által adományozott a zászlóra. Elődei, ősei voltak ezt a Tamás seregében, tud-e róla? Nem, ilyen mélyen nem kutattam a családfát. De valószínű, hogy nagyon messziről biztos, hogy rokonságban állunk. És önnek mit jelent a kuruckor? Mit jelent ez a Tamás, és mit jelent az, hogy Tarpán született? Egy eszmény és egy élmény, egy társadalmi rangot is jelent, egy büszkeséget Kurucnak és Tarpánaknak. Visszaidézik a korábbi történéseket, most éppen innen Tarpáról indulnak hová? Tarpáról ugye pontottuk Rákóczi által adományozott zászlót, és Mezőváriba, majd más Tabberegszázba fogjuk ugyanígy elismételni ezt az eseményt, mint annak idején 1703. május 21-22-én, a Rákóczi szabadságharc kezdetén. És mit kívánjak önnek, önöknek az útra? Hogy indultak el annak idején ezt a másik? Mi is van a zászlóra írva? Isten a hazáért és a szabadságért. Dr. Kelemen Bélával, Tarpa polgármesterével most ugye kettős minőségében is beszélgetünk, hiszen ön jeleníti meg ezt a mást, Tarpa szülöttét, aki a Rákóczi szabadságharc idején jelentős szerepet játszott. Miért tartották azt fontosnak, hogy Tarpán, illetve a határmenti ukrán kuruc településeken ismét zászlót bontsanak? Úgy gondoljuk, hogy egyrészt a mai értékzavaros világunkban nagyon fontosak a világító fáklyák. Nagyon fontosak azok a lehetőségek, amelyek alapján tudunk közösséget építeni határon innen és határon túl. Nagyon fontos az számunkra, hogy egy szigorúan őrzött schengeni határ ne csak úgy az elválasztás, hanem az átjutás szimbólum is lehessen, és egy ilyen átjutást fogunk átélni, amikor is a zöld határon, a történelmi úton keresztül eljutunk Mezőváriba. Megköszönöm a Norvég Alap nyújtotta lehetőséget, olyan ruhákat, olyan korhű fegyvereket, olyan eszközöket tudtunk vásárolni, amelyek alapján a későbbi rendezvényeinken itt is és máshol is ezt a nagyon fontos esemény sort be tudjuk majd mutatni. Ez önmagában nem csak egy történelmi esemény vagy történelmi óra, hanem ha ezt ügyesen átgondoljuk, akkor ebből turisztikai attrakció is lehet természetesen. Szívesen vállalták egyébként az emberek ezt a fajta szereplést, vagy ezt a fajta azonosulást a kuruc őseikkel? Van egy olyan réteg, aki elsőként önként jött, de van olyan réteg, aki a globalizáció következtében egészen másképpen gondolkodik, és úgy kérdez vissza, hogy ugyan minek ez a felhajtás, miért nem veszek belőle egy traktort a nyert pályázatból. De aztán ezek az emberek, ha ebből a modernkori letargiából picikét kimozdulnak, ha csak egy napra is ünnepeink alkalmán, akkor már megérte. Salamon Elemér, a kárpátaljai mezővári polgármesterem. Önök miért tartották fontosnak, hogy csatlakozzanak a tarpai esemény sorozathoz, és emlékezzenek a Rákóczi szabadságharcra? 2007 folyamán aláírtunk egy partnerségi kapcsolatot Tarpán és Mezővári között. A tavalyi év folyamán ősszel megkeresett tarpai polgármester, hogy van lehetőség a Norvég Alaptól pályázat benyújtására és megnyerésére, és hál' Istennek megnyertünk egy kis összeget Norvég Alaptól, és így közösen most rendezünk 6 kulturális rendezvényt ebbe az évbe. Ez a kuruckori megemlékezés, a Rákóczi szabadságharcnak a megemlékezése, ez az első etapja ennek a programnak, amelynek itt Tarpa adott otthont, holnap pedig mi adunk Mezőváriban, nálunk ugyan ez a rendezvény lesz megtartva. És mi történt Mezőváriban a Rákóczi szabadságharc idején? Tarpa után Mezőváriba vonult be Esze Tamás, a kurucaival és a toborozta Mezőváriban továbbra is Rákóczinak a sereget. Úgyhogy nem is kevés ember áll be a lobogójuk alá Mezőváriban, úgy szintén, mint Tarpán. És azt tudjuk, hogy hányan álltak ezt a mezőzászlajonál? Körülbelül 300-400 ember között, ezt pontosan nem tudni, mert ugye történészek egyik ezt írja, másik azt írja, de így mondták, ahogy a nagyapámtól hallottam, 300-400 ember közt azon a napon, mikor kivontották a zászlót Rákóczinak a lobogóját. Az idős emberek még így szájhagyomány útján meséltek a Rákóczi szabadságharcról? Hát főképp téli időszakban nagyon szerettem a nagyapámékat hallgatni, mert beszéltek úgymond a régi magyar világról, egészen a tatárjárástól, mert nálunk volt egy ilyen földvár, úgy mondták, hogy vári vár. Mezőváriban hogyan őrzik Rákóczi emlékét? Megalakult Mezőváriban is a Rákóczi Szövetség, és a református templomnak a falán van egy Esze Tamás emléktábla annak az emlékére, hogy ott annak idején ő bevonult a saját kurucaival toborozni Mezőváriban az ottani embereket, Rákóczi seregét.